déli harangszót még nem, de a keresztállítás gyakorlatilag már betiltotta Terézváros momentumos polgármestere, hiszen a Mi Hazánk mozgalom közterület használati kérelmét elképesztően cinikus indokolással megtagadta, annak ellenére, hogy korábban a hivatal, az elfogulatlan hivatalnokok még azt mondták, hogy igyekeznek nekünk egy megfelelő alkalmas helyet találni, és nem lesz akadálya a keresztállítási misszión folytatásának itt a nyugati téren, ahol, hogy idézzem a polgármester, Soproni Tamás momentumos polgármester aláírásával ellátott levél cinikus indokolását. A nyugati tér a megjelölt időszakban való foglaltsága is megnövekedett használata miatt önkormányzatunk a közterület használatához nem járul hozzá. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, hadd mutassam be a nyugati tér rendkívül megnövekedett foglaltságát és használtságát. Mindannyian láthatjuk, hogy egy kereszt természetesen elfér a nyugati téren, ezért a Mi Hazánk mozgalom nem hátrált meg természetesen, felállítottuk a polgári engedetlenségünk következményeit is vállalva természetesen, felállítottuk ezt a kettős keresztet a tegnapi nap folyamán, egy ökumenikus ünnepség keretében katolikus pap megszentelte, református lelkipásztor megáldotta azt a nemzeti jelképünket, ami egyébként a magyar címerben is megtalálható, így már néhány éve nem csak egy keresztény misszió ez, hanem egy hazafias misszió, hiszen az apostoli kettős keresztet állítjuk föl. Egyfajta felkiáltó jeleként állítottuk itt fel a nyugati téren azt a kettős keresztet, melynek tövében az adventi koszorún meggyújtottuk a gyertyákat is, az adventi gyertyákat is. És ha elbontatja Soproni Tamás, momentumos polgármester, ezt a keresztet, ahogy a tegnapi nap folyamán már volt is erre vonatkozó hatósági jelzés, akkor visszaállítjuk ismét, és hogyha megint elbontják, akkor megint visszaállítjuk, mert a Mi Hazánk mozgalom nem tűri azt a keresztény ellenes és cinikus döntést, amely a momentumos, a frissen hatalomra került momentumos polgármester kiskirálykodását jelzi.